Már a délelőtti órákban is tikkasztó volt a hőség Nyíregyháza belvárosában. A párakapu, az árnyékos helyek, valamint a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel segíthet elkerülni a hőártalom hatását, amely dr. Újhelyi János szerint egy többbetegségi tünetet és súlyos állapotot is magában foglaló tünet együttes. Ebbe benne van a hőség okozta ájulás, rosszulét, mindenki napszúrásról beszél, az is csak egy része ennek, a hőguta, a hőártalom, ezek együttesen a hőártalom keretébe tartoznak. Azt kell tudni, hogy a minél relatíve nagyobb egy testfelület a testtömeghez képest, annál jobban, nagyobb veszélynek van kitéve a hőártalomnak. Ezt úgy kell érteni, hogy minél kisebb egy szervezet, annál nagyobb relatíve a testfelülete. Következésként a külső hőmérséklet hamarabb felmelegíti, ha hideg van, ezek hamarabb lehűti. Ez értendő a folyadékveszteségre is, ugye, mert a szervezet így védekezik, és ezért a kérdésére azt mondom, hogy a minél kisebb egy kis gyermek, ez ugye egy újszülött csecsemő, annál veszélyeztetebb, mert relatíve nagyobb a testfelülete, van egy másik kategória, az idősebb korosztály, őnekik meg a hőszabályozásukkal van mindenképpen gond. A folyadékfogyasztás megfelelő mennyiségére azonban nincs általános előírás. Dr. Újhelyi János szerint leginkább a szomjúságérzést és a vizelet minőségét kell figyelni a hőség ideje alatt. A normálisan 3 óránként van vizelet, és az helyjel közel a vízhez hasonló, vagy csak minimálisan színezett, akkor az elegendő folyadékellátás jelent. De ha be van sűrűsödve, vagy egy fél napig nincsen vizelet, akkor mindegy, hogy mennyit ivott, az még az kevés. A tűző napon való tartózkodás fokozza a folyadékvesztést, a munkavégzés, illetve az izommunka pedig a hőtermelődést. A munkáltatóknak a hőségriadók ideje alatt különleges munkavédelmi előírásoknak kell megfelelniük, így biztosítaniuk kell a szükséges védelmet és pihenési időt is a munkavállalók számára. Oda kell figyelni, hogy a dolgozók részére, akik szabadban dolgoznak, vagy ilyen meleg munkahelyeken dolgoznak, ahol az említett hőfok feletti hőmérséklet van, legalább fél óránként biztosítani kell a megfelelő mennyiségű ivóvizet, vagy ásványvizet, vagy olyan üdítőt, amely nem cukrozott, hanem megfelelő sótartalmat tartalmaz, tehát 0,15-0,25 közötti sótartalmat tartalmazó ásványvíz kell, hiszen az ember, mikor izzad, rengeteg folyadékot vesz, ahhoz, hogy a szervezete bírja. Vasárnap délutántól a hőségriasztás ideje alatt a nyíregyházi állomáson is ingyen ásványvizet biztosít utasainak a MÁV Start. A hűtött ásványvizet a vasúttársaság, amíg az időjárás ezt szükségessé teszi, naponta 10 és 17 óra között osztja szét az utasok között. A MÁV emellett azt javasolja, hogy mindenki elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy folyadékkal kezdje meg a vasúti utazását.